Szakmai életét általános iskolai tanárként kezdte. Azt mondja, imádta az iskolát, jó testületek, kiváló kollégák vették körül, akiktől nagyon sokat tanult. Bár eredetileg Bonyhádi származású, szépen lassan torna lett az otthona. És noha mindig gyűjtment maradt, ezt soha nem éreztette vele senki. Én mi volt az eszemet, tudom, hogy egy ilyen elcsépelt szlogen, de gyerekkoromban is már így az nagyon tetszett nekem az akkori pedagógusoknak a munkája, és már akkor is tetszett a pedagógus pálya, és úgy valahogy e felé orientálódtam aztán a középiskola során is, és végül is Pécset végeztem biológia testnevelés szakon 1982-ben. És ugye akkor még volt ez a társadalmi szerződés a felsőoktatási hallgatókkal, nem tudom, hogy most is vannak hasonló ösztöndíjak ugye az önkormányzatok részéről, de ez a megyével kötött szerződést jelentett. És azt jelentette, hogyha aki megkapta ezt az ösztöndíjat, akkor annak 5 évre el kellett helyezkedni a Tolna megyében bárhol, ahová kijelöltek neki számára egy munkahelyet. És ez úgy adódott, hogy Tolnán volt biológia testnevelés szakos állás 82-ben, a 2. számú általános iskolába, és akkor jöttem ide Bajári Miklós bácsival beszélgetni, ugye akkor augusztusban. Hát itt tüneményi egy ember volt, ugye első látásra is, nagyon szerettem. És utána az iskola is egy nagyon jó választás volt, mert nagyon jó közösségbe kerültem, nagyon segítő, támogató kollégák közé. Aztán a családalapítás is ide kötötte. Csak úgy mondták, hogy itt együtt ment, de úgy éreztem, hogy attól függetlenül az engem elfogadnak, meg szeretnek. Én nagyon sokra értékeltem azt, hogy Tolnán az embereknek ilyen gyökereik vannak, hogy több száz évre visszanyúl, és hogy ilyen összetartás van, és egy csomó hasonló név van, és mindenki valahol rokon valakivel. Tehát ez engem annyira lenyűgözött, és a mai napig is úgy van, hogy valahogy a lelkem én még irigylem is őket, hogy nem is tudják, hogy mennyire jó helyük van, hogy olyan helyen élnek, ahol a gyökerek is ott vannak, és ugye a szülők, a nagyszülők, és a többi felmenő is, akár ugyanabban a házban is, vagy megvan még az a ház, az ősi házak, tehát ez egy fantasztikus dolog. Tehát én nagyon, nagyon szívembe zártam Tolnát, ott a Duna közelsége szintén vonzó, és úgy mindjárt az elején egy baráti társaságba becsöppentem, úgymond, ami azóta is ugyan megvan, még kicsit tovább fejlődött, ugye, mert azóta már ugye egyesületté is szerveződtünk, tehát sok olyan mankó volt, ami azért támogatott, hogy én maradjak egy csak ott Tolnán, ha már ott van ez a jó kis munkahely, meg az a jó kis közösség, meg az a jó kellemes, szép város. Illetve hát a férjemet is, hogy ott ismertem, meg összeházasodtunk, és ott onnantól kezdve akkor már nem volt visszaütő, hogy a gimnáziumban dolgozott, tehát ott ragadtunk. Az életemnek a nagy részét én Tolnán töltöttem, tehát ugye most Bonyhádban nem sokat voltam, középiskolában is már Szekszárdra jártam, tehát úgy attól függetlenül szeretem Bonyhádot, meg hogy ott is vannak ismerősök, család. De úgy igazándiból én Tolnainak érzem magam, bármit is mondhatnak rá erre a Tolnaiak, tehát én azért Tolnainak érzem magam, hogyha megkérdezik, hogy hová valósít vagyok, akkor Tolnai, és büszke vagyok a tolnaiságomra. Rung Györgyné 20 év után az iskolai tanítást a szakirányításra cserélte, amikor a polgármesteri hivatal alkalmazásába állt. Egy más feladat, egy másféle munka. És hogy az ember úgy, hogy ne fásuljak be, ne legyen az, hogy mert 20 évig tanítottam, és én nagyon szerettem tanítani, és a gyerekek is szerettek, úgy érzem, úgy emlékszem rá, tehát nem ilyen gondom volt, meg a munkám is jó volt, de mégis a váltást azért valahogy bennem volt, hogy valami mást is kéne csinálni, a másik oldalt is megnézni, fenntartói oldalt. És úgy utólag azt mondom, hogy nem volt rossz, mert úgy kitágult a világ, tehát sokkal más szemmel, más szempontokból is láttam ugye magát, az oktatás irányítást, és ez is egy nagyon érdekes feladat volt. Tehát én ezt is szerettem csinálni. Összeállt a dolog, hogy amikor időnként az iskolában úgy morgolottunk, hogy most miért van ez így, miért kell úgy csinálni, ugye a másik oldalon, az asztal másik oldalon megértettem, hogy hát igen, azért, mert a jogszabály, meg a egyéb körülmények ugye ezt indokolják, hogy ennek úgy kell lennie. És az ember úgy akkor megértette, még ha nem is mindig értettem mindennel egyet, de megértettem, hogy itt nem igen van más választás, ezt kell csinálni. Így, hogy megvolt a kapcsolat az iskolával, megvolt a tapasztalatom, ugye egy erőtet tanítottam, tehát én nagyon tudtam, hogy mi az, amit irányítunk, és hogy mi van belül, azért ez nagyon nagy előny volt a fenntartói részről. Ma már egyértelmű, hogy igazán azt tud jól irányítani egy szakterületet, aki a napi gondokat megtapasztalta a saját bőrén, mondja Brun Györgyné. Aki az oktatás irányítás korszerűsítése révén lett a szekszárdi tankerület szakmai vezetője. De nyilván az ember azt, amelyik, ahol van, ugye azokat a szempontokat veszi előtérbe, de figyelembe tudom venni a másik oldalnak is az igényeit, és úgy megértőbb tudok lenni velük. Tehát azért amennyit lehet, de mert nyilván enged, meg megpróbálja támogatni a másik a kérését, amennyire a jogszabályok lehetővé teszik, természetesen igen. 17-ben az egy
felső döntés volt, hogy összevonták a járásokat, amit én egyébként nagyon jó döntésnek tartottam, mert mi eléggé vergődtünk ott kis tankerületként. Kevesen voltunk azért a rengeteg feladatra, meg ugye az anyagi források sem voltak akkor még mindig annyira kiegyensúlyozottak, és az, hogy összevonták ugye a járásokat, és lettek ugye központok, ugye Tolna megyében és a Szekszári tankereti központ, illetve a Tamási tankereti központ, tehát eleve sokkal több szakember van itt bent, a anyagi források biztosítottak voltak, tehát egyszerűen ez egy sokkal megbízhatóbb, hatékonyabb, jogszerűbb irányítás volt már innen Szekszárdról. Túlléptem azon, hogy hiányozzon az iskola. Ami elmúlt, el tudom engedni, meséli. Ma már egészen más célok vezérelnek, elsősorban a család az, ami leginkább fontossá vált. Ezzel együtt nagyon meglepődtem, amikor kiderült, engem jelöltek a díjra. Tényleg annyira nagy megtiszteltetésnek érzem. Most és tényleg nagyon köszönöm a kollégáimnak, hogy felterjesztettek, és hogy én ezt megkaphattam, mert ez egy nagyon szép zárása a pályámnak, úgy érzem. Tehát én nagyon köszönöm. Az lehet benne, hogy talán tetszett nekik, amit csináltam. Én nagyon sok segítséget kaptam a munkám során a mindenkori vezetőimtől is, meg a kollégáktól is, tehát itt, akár az iskolában, tehát jó igazgatók voltak. Jó kollégák voltak, jó közösség voltak, az önkormányzatnál úgy szintén rengeteg támogatást kaptam, rengeteg segítséget kaptam. Ilyen közösségi ember vagyok, én mindig is szeretem a társaságot, barátaim vannak, tehát nekem ez úgy furcsa még egy kicsit, de majd azért most kitaláljuk. A férjem is ugye nyugdíjas, úgyhogy most akkor otthon építjük fel magunknak a jövőt, a programunkat, hogy mit fogunk csinálni. Azt mondja, mostantól igazi civil életet fognak élni, amire megvannak a terveik, és amíg az energiái engedik, ebben fogja kiélni magát.